És az első kérdésem önhez az lenne, hogy mik a haderő politikai és civil kontrolljának legfontosabb elemei? Azt gondolom, hogy egy haderő az soha nem öncélú. Mindig a politikai erő határozza azt meg, hogy milyen céllal hozza létre azt a haderőt, amelyet egy országban létrehoznak, és nyilván ennek a haderőnek az alkalmazását, annak mindenféle fajta körülményét a politikának kell meghatározni. És a civil kontroll, amit a politika gyakorol a haderő felett, azt kell, hogy jelentse, hogy ezzel a civil kontrollal a politika folyamatosan ellenőrzi azt, hogy a kijelölt úton halad-e az az épülő hadsereg. Ön számára miben nyilvánult meg először a rendszerváltás haderőre való hatása? Mondok egy nagyon érdekes dolgot. Talán abban, hogy szabad volt gondolkozni. Talán, hogy szabad volt gondolkozni. A rendszerváltást megelőzően nem kellett gondolkodni, azt nem mondom, hogy tilos volt, de nem kellett, és az egész hadseregnek a struktúrája is így épült fel. Megvoltak azok a vezető szervek, amelyek terveket készítettek. Igazából a végrehajtói színnek egy dolga volt végrehajtani azt a feladatot, és nem kellett azon elgondolkodni, hogy a körülmények mennyire befolyásolnak egy-egy döntést. Nem volt az érdekes vagy számottevő, hogy egyébként egy alaptézis, az összfegyvernemi harc alapvető jellemzője a helyzetek gyors és éles váltakozása, ami ebbe a percbe így néz ki, az lehet, hogy a következő órában már nem úgy fog, és ehhez tudni kell egy haderőnek alkalmazkodni. Ez nem volt érdekes. És én azt gondolom, hogy a rendszerváltással ez a tömeghadsereg, ez a gondolkodásmód átalakult. Értelmet nyert az, hogy nem egy rossz ideológiához építettünk föl egy hadsereget, hanem azért tartunk fönn egy erőszak szervezetet, mint hadsereg, hogy a létünket, a nemzetet, az országot meg tudjuk védeni. Hogyan befolyásolta ez ön munkáját pontosan? Ez sosem egyszerű. A gondolkodás módot váltani az sosem egyszerű, ez így van napjainkban is. Én azt szoktam mondani, hogy könnyű lecserélni egy technikai eszközt. Azonban azt a technikai eszközt jól használni és módosítani a gondolkodásmódunkon, az eljárásmódunkon, ez a legnehezebb. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, és ez volt a legnagyobb kihívás, hiszen egyik napról a másikra gondolkodásmódot váltani, ez nem lehetséges. Ez bizony idő kell. Általában, amikor arról beszélünk, hogy szemléletmódot, gondolkodásmódot kell váltani, akkor azt akarjuk, hogy ez bekövetkezzen holnapra. Ez sosem következik be holnapra, ezért türelmetlenné válunk, és igazából ez teszi bonyolult ezt az egészet. Milyen tényezők állítottak akadályt a demokratikus kontroll kialakulása elé, és milyen kihívásokba ütközött a folyamat? Talán a legnagyobb kihívás az az volt, hogy abban az időben, hogy valódi célt találjanak egy valódi hadseregnek. Ugyanis a rendszerváltáskor ez a hadsereg egy 160 ezer fős magyar néphadsereg volt, sorozott állománnyal, tömeghadseregként, rengeteg technikai eszközt használva, és egyik napról a másikra meg kellett találni ennek a 160 ezer fős hadseregnek a célját, a helyét, meg a szerepét. És hát nem utolsó sorban, vagy talán mindenek előtt a társadalomban a helyén.
mennyire fogadja el a társadalom ezt a hadsereget, mennyire része a hadsereg a társadalomnak. Én azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb kihívás, mind a mellett, amit az előbb is, tehát visszatérnék ahhoz, hogy egyik napról a másikra nem tudunk gondolkodásmódot váltani, egyik napról a másikra nem lehetséges az, hogy irányt váltsunk. Ehhez idő kell. És ez nem is mindenkinél sikerül. Ez egy kettősséget okoz egy szervezeten belül. Nyilván a hadsereg egy ugyanilyen szervezet, ahol kettősség keletkezett. Voltak, akik képesek voltak váltani és elfogadni, voltak, akik nem voltak képesek gondolkodásmódot váltani, így nem is fogadták el, hogy bizony a demokráciának az az alapja, hogy a hadsereg nem önmagáért van, és nem önmagát kell, hogy fenntartsa, hanem bizony-bizony ki kell, hogy szolgáljon egy nemzetet, egy politikai akaratot, egy vezetést, egy kormányzatot. Hol tart most ez az átalakulás? Lezárult-e, és milyen lezárult ez a folyamat, illetve milyen jelenlegi nehézségek vannak, milyen irányba tart? Napjainkban azt tudom mondani, hogy egy kicsit szerencsés helyzetben vagyunk. Ugyanakkor rendkívüli kihívásokkal állunk szemben. Én azt gondolom, hogy ma már a Magyar Honvédségben mindenki érti, hogy hol van a hadseregnek a helye és a szerepe a társadalomban, annak hogyan kell működni egy demokráciában, mit kell kiszolgálnia, és mi az alapvető feladatrendszere ennek a hadseregnek. Azt hiszem, hogy a szerencse az abból adódik, hogy egy haderőfejlesztési folyamat közepén, vagy kezdetén, inkább azt mondom, a kezdetén vagyunk. Ez szintén hoz kihívásokat, nem nagy mértékű gondolatváltás vagy látásmódváltást kell végrehajtanunk, de kismértékben megint csak ugyanezzel szembesülünk, hiszen keleti felfogással sokan tanultuk ezt a rendszert annak idején. Még mindig van a hadseregben olyan, aki ezt tanulta. Keleti látásmóddal, nyugati technikai eszközöket nem lehet üzemeltetni. Hadd mondjak egy nagyon-nagyon egyszerű példát. A korábbi felfogás szerint a technikai eszközöknél nem volt túl fontos az, hogy mondjuk az életciklusukat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Ma már ez a korszerű 21. századi technika, technológia, az nem ismer ilyet. Tehát mi akkor is üzemeltettük a technikai eszközöket, amikor annak egyébként már javításon kellett volna lennie, mert még mindig működött a technikai eszköz. Ma ez elképzelhetetlen. És hát bizony ebben is gondolkodásmódot kell váltani.